Kicsit rendhagyó módon kezdjük a mai adást. Bangolni Barbe Ildikó az első vendégünk, kezét csak jó reggelt kívánok, és Tukács László György, jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Ennek a mandatomnak van egyébként jelentősége az ön esetében, hogy köszönjük, hogy elfogadtam meghívásunkat. Nem tudom, hogy a kamera meg tudja mutatni azt, hogy a képviselőasszonynak milyen a lába. Nem a cipőjére szeretnénk természetesen felhívni a figyelmét, hanem arra, hogy eltörte a lábát, ugye? Jól látjuk. Jobbulást kívánunk. Köszönjük, hogy így is eljött. Igen. Hogyan történt? Csak dióhéjba foglalja nekünk össze, hogy azért az egész ország ne izguljon azon, hogy ha poénkodni szeretnénk, akkor azt mondanám, hogy papíron van róla, hogy félreléptem, de kerékpárral elestem, és csúszott az út. A kerékpár úgy döntött, hogy ő más járányba akar menni, mint én, és hát sajnos műtét lett a vége. Műtét lett a vége. Igen. Hát jobbulást kívánok. Köszönöm szépen. De azt is jelent, hogy akkor közelről nézhettem meg, hogy hogyan reagál, hogyan működik az egészségügyi rendszer. Hát, igen, 4 napot töltöttem kórházban, és legelőször is azt kell mondanom, hogy minden elismerésem az egészségügyi dolgozóké, az orvosoké, az ápolóké, akik ilyen körülmények között is nap mint nap helytállnak, és küzdenek azért, hogy minél több embert meg tudjanak menteni, és gyógyítani tudjanak. Hát én úgy tudom megfogalmazni, hogy hála a jó égnek nem tudjuk, hogy milyen, amikor háború van, de néha úgy éreztem, mintha háborús helyzet uralkodna a kórházakban, és mondom, hogy borzalmas, borzalmas. Ne kerüljön oda senki. Ha már egyébként ezt említi, ezzel kezdjük a beszélgetést az egészségügy helyzetével, akkor maradjon ez a témánk, jó? Most a következő pár percben, mert a Jobbik álláspontjára is kíváncsiak lennénk. Kicsit most már tényleg az év utolsó napjait éljük meg, ilyenkor mindenki próbálja értékelni az évet, az egész világot tulajdonképpen a koronavírus határozta meg, és a koronavírus okozta következmények. Önök vagy a Jobbik hogyan látja utólagosan 2020-at a védekezés szempontjából és az egészségügy működése szempontjából? Nagyon változatos lett az év, rendkívül sok váratlan esemény volt benne. Ugye az egyik váratlan esemény az maga a világjárvány volt. Hogy ezt hogy lehet értékelni, aztán úgy lehet, hogy a legelső pillanatban Magyarország a jó irányba, vagy a helyes irányba ment, ami a védekezést illeti, itt a magyar emberekre is gondolok, az egészségügyi ellátórendszerre. Hogy fegyelmezettek voltak a magyar emberek. Volt egyfajta fegyelem, volt egyfajta belátás, aztán utána nem lehet tudni, hogy nyáron valójában mi történt, de azt láttuk, hogy úgy tűnik, hogy ősszel az lett a helyzet, hogy mintha a vírus kezdte el volna diktálni a tempót, és az országban a védekezés egy kicsit lazább lett volna, és most itt tartunk év végére, hogy azért viszonylag szomorú állapotok vannak, de amit szintén ugye egészségügyi téma volt, és nagyon fontosnak tartok, hogy legalább megindult az egészségügyre való fókuszálás vagy figyelem. Tehát ez az év, ez lehetőség volt arra, hogy a nehézségek mellett az emberek valóban lássák, hogy mi van az egészségügyben, milyen nehéz helyzetben dolgoznak az ápolók, hogy az orvosaink milyen nehéz helyzetben vannak, hogy az eszközökkel mi van, tehát hogy mind kell javítani, ebben voltak lépések, de még nagyon sok lépés kell. Tehát ha úgy tetszik, a 2020-as év és a járvány egy hozott egy lehetőséget is az egészségügynek, hogy az emberek jobban figyeljenek rá, és lehetőség adódjon arra, hogy végre fejleszünk, végre reformokat hajtsunk végre. Tehát én azt mondanám, hogy a 2020-as év a járvány mellett az egészségügynek az éve volt. Ha már ezt említi, egyetértenek akkor Kásler Miklós kijelentésével, aki az évértékelőjében többek közt azt mondta, hogy 70 év elmaradását kellett behozniuk, bepótolniuk az egészségügy terén? Én azt mondanám, hogy és csatlakozva képviselőtársamhoz, hogy talán az idei év mutatta meg, hogy az a probléma, hogy melyik területen van a legnagyobb probléma, ahol a kormányzatnak már évek óta be kellett volna avatkozni, ez maga az egészségügy, és rávilágította arra a struktúrára, amit a Fidesz kialakított, hogy nem tud úgy működni egy minisztérium, mint ahogy felállították az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy a szociális, az oktatás, a kultúra, az egészségügytől kezdve mindent egy minisztériumba bezsúfoltak, és azt, amit már hónapok vagy évek óta követelünk a Magyar Szocialista Párt részéről is, hogy önálló egészségügyi minisztériumot kell felállítani, és kompetens, hozzáértő minisztert kell a minisztérium élére kinevezni. Amúgy közölném Kásler Miklóssal, hogy elgondolkodhatna azon, hogy az elmúlt egy évben kiszervezték alóla az egész minisztériumot. Lényegében ő a második tárca nélküli miniszter, aki lényegében már semmit nem felügyel, mert Pintér Sándor végez el mindent az egészségügy területén, a szociális ágazat egy részét kiszervezték, a szakképzést, a felsőoktatást, a kultúra egy részét kiszervezték, a felzárkóztatási program épp úgy a belügyminisztériumhoz tartozik. Azt gondolom, hogy Kásler Miklósnak most lehet feltenni
a kérdést, hogy egyáltalán mit csinál. Hát valószínűleg az orvosok fizetésének az emelésére. De hogyha évekről beszélünk és évtizedekről, azért az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy valóban elmaradásban vagyunk, legalább a rendszerváltás óta, de ebből most 12 évnyi kormányzás, egy kétharmados kormányzás volt. Tehát hogyha azt is mondjuk, hogy lehet, hogy az első években a gazdasági nehézségeken kellett túljutni, az elkövetkezendő években, és ott eltelt 6-8 év, nincs magyarázat arra, hogy miért nem akkor kezdték el az egészségügynek azt a reformját, akár az orvosok bérek, és sokkal fontosabbnak tartom a szakdolgozói béremelést. Tehát, hogyha valahol nagyon nagy gond van, a lehető legnagyobb réteg 100 000 főnek a béremelése még mindig hiányzik, holott ők a motorja, ők a lelke lényegében az egészségügynek, és az ellátórendszernek az egyik fontos elemei. Sajnos Ildikó most sajnos test közelből látta, de nagyon örülök neki, hogy azzal kezdte, hogy elismerte a dolgozókat. Igen, azt el kell ismerni, és amit ez az egy év kihozott, hogy mennyi minden kellene az egészségügy területén fejleszteni. Rendben van, hogy vannak beruházások, de úgy nem lehet működtetni egy rendszert, hogy nem rakunk pénzt, nincsenek orvosok, mekkora hiány van, majd beszélnek itt a stúdióban arról, hogy hány házi orvosi körzet üres, már több mint 800 házi orvosi körzetről beszélünk, a gyermekorvosi és a fogászati körzetekkel együtt, és közben meg én most személyesen tapasztaltam, hogy a rendszer tényleg a dolgozók tartják életben, az orvosok, a szakápolók, a műtősnők, aki egyáltalán takarítónőtől kezdve mindenki, aki dolgozik. De hogy most, amikor be van zárva a rendszer, mennyire hiányoznak a hozzátartozók. Hogy mekkora terhet vettek le az egészségügynek, amikor bekerült valaki a kórházba, és a hozzátartozó bejárt, és néhány dolgot elvégzett, mondjuk megetette, megfürdette, elvitte vizsgálatokra, ami most nincs meg, és pluszként még most ez a teher oda most jelentkezik a személyzetnek. Borzasztó állapotok vannak. Ha egy gondolattal lezárhatjuk ezt a témát, nyilván most a legfontosabb kérdés, hogy az ellenzéki összefogás tervezi az új programot, a kormányprogramban milyen része van az egészségügynek? Mit terveznek? Jakab Péter azt mondta konkrétan, hogy nem lepődnék meg azon sem, ha az ellenzék kétharmados felhatalmazást kapna. Tehát ott van a remény az önök részéről arra, hogy akár kétharmaddal is lehet kormányozni. Mi történne akkor az egészségügyben? Szerintem a fő fókusza az egészségügynek az kell, hogy maradjon, hogy az egészségügyi dolgozókat megbecsüli, tehát a dolgozóknak a megbecsülése az egyik pillére, a másik az pedig, hogy ez egy továbbra is állami ellátórendszer, tehát egy robosztus állami társadalombiztosítással és arra épülő rendszernek nem kell maradnia. Nem engednének be magán alapokat? A jelenlegi helyzetben a magánszolgáltatóknak a helyzetét rendezni kell, tisztázni kell, egyébként ennek a kormánynak is van törekvése arra, ez talán helyes irány is, de az biztos, hogy Magyarországon a lehető legnagyobb egyenlőséget és esélyt az embereknek a gyógyulás az adja, ha egy robosztus, társadalombiztosított ellátórendszer van. Azt azért hagyd mondjam el, hogy 2018-ban már közösen készítették el a programot, és ennek egyik sarkalatos része volt az ellenzéknek, az egészségügynek a hogyan lehetne fejleszteni, meg mit csinálna az ellenzék, hogyha a kormányra kerülne. Ez már 2018-ban megvolt az oktatás területén, az egészségügy területén, és én még egyetlen egy fontos dolgot emelnék ki, a szakma bevonásával. Az a legfontosabb, hogy a szakszervezetek, a Magyar Orvosi Kamarának a bevonásával... Nyilván ez most megtörtént bizonyos szempontokból. Hát azért látjuk azt, hogy a kommunikáció a kormány részéről egészen más, mint amit látunk, hogy folyamatosan azt adják elő, hogy az új törvény, ami az orvosokra vonatkozik, azt minden egyes pontját egyeztették az Orvosi Kamarával, majd kiderült, hogy mégsem úgy volt, meg nem ilyen anyagot adott le az Orvosi Kamara. Nagyon fontos, hogy a következő kormánynak az egyik legfontosabb feladata az legyen, hogy a szakmával egyeztet, és a szakmának a véleményét. Ben egyetértünk. Igen. Milyen kormánya lesz, ha már ezt mondja a következő kormány, az milyen lesz? Két ok miatt is kérdezem, az egyik az, amit ugye a Márti említett, hogy ha most lennének a választások, néhány közvéleménykutató azt mutatja, hogy 2% ponttal, de önök nyernének, ez a hatalmas nagy ellenzéki összefogás. Kövér László viszont a Hír TV-ben ugye pont arra hívta fel a választópolgároknak a figyelmét, hogy soha nem látott erők fognak majd megmozdulni 2022-ben azért, külföldre gondol természetesen, hogy kívülről befolyásolják a hazai választásoknak az eredményét. Ha kettő dolgot most összevetjük, akkor hogyan látják, hogy ki fog kormányozni 2022-ben? Szóval az a helyzet, hogy igaz, hogy nem közvélemény kutatást, hanem választást kell nyerni. Én elmondtam talán 2 hete, 3 hete itt a stúdióban, hogy
Én nem hiszek a közvéleménykutatásoknak ilyen téren. Én a munkában hiszek, abban, hogyha a tisztességes munkát elvégzi mindegyik ellenzéki párt, akár a jobboldali Jobbik, vagy a baloldali pártok, és hozzáteszik azt, ami nekik van, és azért kitartóan dolgoznak, akkor sikeresek lehetnek. Menet közben a számokat lehet nézni. Ön most nem olyan pozitív, mint a főnök? Hát főnöke. Jakab Péter, mondjuk, hogy... az ember pozitív, és örül annak, hogyha visszajelzés van, vagy van visszacsatolás arra, hogy jó irányba halad, és az emberek egyébként közvéleménykutatással alátámasztva azt mondják, hogy igen, ez egy jó irány, és jó munkát végeznek. Én amiben inkább hiszek, az az elvégzett munka, és annak az eredménye. És akkor hagyd tegyem hozzá még itt a másik gondolatot. Kövér Lászlónak abban igaza van, hogy hihetetlen erők fognak megmozdulni, és ez a magyar társadalom lesz, akinek nagyobb részt elege lesz abból, amit Orbán Viktorék csinálnak. Itt nem külföldi megoldás lesz, mint hogy eddig sem soha külföld oldott meg bármit Magyarországon. Itt Magyarországon a magyar embereknek kell megmutatni, hogy milyen jövőt szeretnének. Mi egy olyan jövőért dolgozunk, amelyben az embereket jólét illeti meg, és amiben van kilátásuk, és a jövőben sokkal nagyobb biztonságban fogják magukat érezni, és mondom, az elvégzett munkában hiszünk, nem a számokban. Én annyit mondanék csak azért, hogy én is csatlakozom, hogy választást kell nyerni, és nem közvéleménykutatást, ezt azért szögezzük le mindig. Érdekes a Kövér Lászlónak ezek a mondatai, annak a házelnöknek a szájából, meg annak a pártnak a képviselőjének a szájából, akik minden eszközt megtesznek azért, hogyha még az utolsó pillanatban úgy látják, hogy elveszítik a választásokat, akkor választási törvényt módosítanak. Hát látjuk, hogy mi történt ebben az évben, mi történt az elmúlt években, hogy hogyan tudják, hogyan képesek az utolsó pillanatban is átszabni a választási körzeteket, hogyha látják, hogy a veszélye fennáll annak, hogy elvesztik a választásokat. Én azt mondanám, hogy nyugodjon már meg Kövér László. Két ünnep között vagyunk, pihenjen egy kicsikét, nincs ok az idegeskedésre. Ha ő annyira biztos abban, hogy megnyerik 22-t, akkor nem kell idegeskedni. Nyilván nem ezt mondta, hogy megnyerik 22-t, hanem azt mondta, hogy itt nagyon... Sőt, azt mondta, hogy nem lesz sétagalop. Akkor még egyetlen egy mondatom úgy, jobb lenne néha tükörbe nézni, és megnézni azt, hogy ki az, aki beavatkozik más országoknak a választási rendszerébe. És hogy akkor nem mondaná ilyen. Ha már a munkát említették mind a ketten, azt gondolom, hogy nagyon fontos mérföldkövekhez kell a jövő évet igazítani, és nagyon sokfajta ígéret elhangzott, ugye a közös lista, a közös miniszterelnök jelölt, a 106 egyéni körzetben a előválasztás, rengeteg olyan apróság, apró lépés van, amit véghez kell vinni. Mit szólnak ahhoz, hogy a Momentum ugye azt mondta, hogy ne csak az előválasztása az egyéni körzetekben legyen, vagy a miniszterelnök jelölt személyében, hanem már magában a listában, és ugye pont ezt mondja a kormányzati oldal, hogy talán itt lehet majd egyfajta egyetnemértés önök között, hogy hogyan alakul ki ez a lista. Értelmezték-e már, megemésztették-e már ezt a két hete elhangzott mondatot? Szerintem a lista kérdés az a legutolsó kérdés, amit az ellenzéknek át kell rágnia, vagy meg kell egymás között beszélnie. Nyilvánvaló az előválasztás, az egy jeleni küzdelemhez az emberek kiválasztása, és egy jó miniszterelnök jelölte fontos. A lista az szerintem az utolsó kérdés lesz, amiről beszélni kell. Erről addig lehet vitázni. Szerintem egyébként mindig helye van, és mindig jó, hogyha az ellenzéken belül van egy vita. Nagy viták vannak önök között? Amennyire én tudom, nincsenek nagy viták, de kulturált vita van. Ez is mutatja egyébként, hogy egyébként egymástól viszonylag távol álló, tehát jobboldali, baloldali erők és felfogású emberek az ország érdekében tudnak leülni egy asztalhoz vitázni, és a vita után egy jó közös javaslatot megfogalmazni. Ez is egyébként az ereje annak az összefogásnak, vagy annak a mostani politikai helyzetnek, ami előállott, ami korábban elképzelhetetlen volt. Tehát langsam, én azt mondom, hogy lassan kell ebben haladni, tudunk biztos pontokat, ez az egy jeleni küzdelem, a miniszterelnök személyének, vagy miniszterelnök jelölt személyének kiválasztása, a lista kérdést ezt utoljára kell hagyni. Szerintem nagyon fontos, hogy meddig jutottunk el 2020-ban. Megegyeztek az ellenzéki pártok abban, hogy közös program lesz. Közös programot fogunk írni, pedig különbözőek vagyunk egymástól. Megegyeztek abba a pártok, hogy előválasztással fogják a 106 egyéni jelöltet kiválasztani. Megegyeztek abban a pártok, hogy a miniszterelnök személyét is előválasztás által fogjuk kiválasztani. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ez ki lett mondva az év végével. És csatlakozom a képviselőtársamhoz, hogy a lista az már szerintem magától érthetődő lesz, hogy könnyebben fog összeállni, mikor már minden le lesz vezényelve,
eleve. Szerintem nincs akkora vita az ellenzéki pártok csak, között. Hogy kívülről úgy tűnik, mint mindig ezt a fajta vádat kapják önök is, hogy a DK, illetve a Momentum az, aki ezt az egyességet mozgatja, vagy hát ők állnak az élén, konkrétan Gyurcsány Ferenc, illetve Fekete Győr András van mindig megjelölve, hogy ez a két erő, aki mozgatja, és talán pont önök azok, akik kevésbé aktívak ebben. Azért a kormánypártoknak érdeke, és a kormánypárti médiának érdeke, hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy az ellenzéki pártok nem fognak tudni megegyezni, úgyis összevesznek a végén, és érdekes módon megint csak azt tudom mondani, hogy 2020 végén eljutottunk odáig, hogy majdnem minden pontba sikerült megegyezni. Tényleg azt tudom mondani, hogy nyugalom a kormánypárt részéről, tényleg nagy munka lesz abban, hogy hogyan kell a 2022-re felkészülni az ellenzéki pártoknak, de meg fogjuk tenni. Valószínűleg azért ezt, mert felmérések is mutatják, sok ellenzéki szavazó azért meglepődött azon, akár hogy a Jobbik és az MSZP esetében ilyen nagy összeborulás lesz mondjuk a 2022-es választásokra, beleérve természetesen az összes többi ellenzéki pártot. Ha már említette, azt hiszem, hogy említette most a beszélgetésünk során ugye a közös programot. Tegnap Mártival ugye beszélgettünk már a többi vendégeinkkel erről. Tudják-e azt az ellenzéki pártok, hogy ez a közös programalkotás, ez mikor kezdődik meg, és a tervek szerint mikorra ismerheti meg a választópolgár? Az a helyzet, hogy ez már jó ideje megkezdődött. Nagyon-nagyon régóta elkezdődött. Egyébként nem precedens nélküli, pont képviselő asszony említette, hogy 2018-ra is voltak területek, ahol már közösen készültek. Egység, tehát egy minimum követelménnyel az ellenzéki pártok. Ez megindult. Szerintem nagyon jó állapotában van, amennyire én ráláttam. Nyilvánvaló vannak egymás között eltérések, véleménykülönbségek. Most ezt kell megoldani, ezt beszélik ki az ellenzéki pártok. De mi az a válasz? Mikor? Körülbelül mikorra tervezik, hogy a program elkészül? Az, hogy mikorra van program, szerintem fontos, hogy milyen időzítéssel jön természetesen. Nem lehet az utolsó pillanatban adni, hiszen azt a víziót, azt az elképzelést, amit az embereknek a magyar jövőt szeretnénk nyújtani, azt meg kell ismertetni az emberekkel, de ebben meg elkapkodnia az ellenzéknek nem kell a munkát. Tehát én úgy gondolom, hogy most januárban le kell tárgyalni, amit még le kell ebben, végig össze kell hasonlítani. Most, amíg a parlament egy kicsit szünetem van addig, hogy milyen politikai közös elemeink vannak, miben nem értünk egyet. Én úgy gondolom, ugyanúgy, amikor elindul az egy-ez-egy elleni küzdelem, és egy előválasztás lesz, addigra kész program lesz, és az emberek látni fogják, hogy miért érdemes az ellenzékre szavazni. Csak egyetlen egy mondatot, hogy én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, és tényleg már hónapok óta zajlik a programnak a kidolgozása, én csak a saját területemről tudok, de szerintem csatlakozva, hogy mire az előválasztás, nem tudom, hogy van-e konkrét időpont megjelölve, de szerintem mire az előválasztás elkezdődik, addigra már nagyon-nagyon olyan formában lesz. És az utolsó mondat, hogy eddig is már napvilágot láttak azok az elvi garanciák, amelyben a pártok megállapodtak, amiben nagyon fontos pontok voltak. Szerintem az is egy kerete ennek az egésznek. Köszönjük szépen, hogy pontos volt egyébként, hogy azt mondta, hogy jó úton haladnak, már csak a lába miatt is, hogy maradjon így. Boldog új évet kívánunk, és köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönjük szépen.